Halálos fenyegetést kapott Szuslág János. Az MSZP börtönviselt országgyűlési képviselője szerint ez egyértelműen összefüggésben van azzal, hogy pénteken interjút adott a Napi Gazdaságnak, melyben azt állította, hogy annak idején 50 millió forintot kapott egy nejlonszatyorban a Szocialista Párt titkos széfjéből, azért, hogy visszalépjen a 2006-os választási kampányban. Szuslág szerint egy ellenzéki aktivista lehetett, aki tegnap egy bevásárlóközpontban megfenyegette. A volt politikus feljelentést tesz a rendőrségen. A hosszabb távú és rövid távú tervek, vagy más alkalommal fogok nyilatkozni. A 6 éves börtönbüntetése után tavaly szabadult Szuslág Jánost szombat este egy bevásárlóközpontban fenyegették meg halálosan. A volt MSZP-s képviselő ezt telefonon mondta el a Hírtelevíziónak. Tegnap este olyan dolog történt, amire én magam nem gondoltam volna, hogy még megérem Magyarországon, hogy megfenyegettek. Amikor egy bevásárlóközpont ajtajában egy ilyen 40 körüli úriembernek, nem tudom, nevezhető ember azt mondta nekem, hogy ezt nem felejtjük el neked, és ezért meg fogsz halni. Ismerte ezt a férfit? Nem ismertem. Ön szerint mi lehet a háttérben? Ki fenyegethette meg? Hát nyilván ez a személy, aki ezt így mondhatta, nyilván egy olyan ember lehetett, aki a jelenlegi ellenzékeznek az aktivistája, vagy az ő ideológiáját valló személy lehet, hiszen nyilván jelen pillanatban az ő érdekeiket sérti elsősorban az én megjelenő könyvem. Az önéletrajzi könyvéről Szuslág János pénteken nyilatkozott először a Napi Gazdaságnak. Az interjúban azt állította, 50 millió forintot kapott annak idején egy nejlonszatyorban, a Szocialista Párt titkos széfjéből azért, hogy visszalépjen a 2006-os választási kampányban. Azt is mondta, Gyurcsány Ferenc tudott azokról a fiktív szerződésekről, amelyek miatt ő börtönbe került. A volt miniszterelnök ezt 2009-ben határozottan tagadta a Bács-Kiskun megyei bíróságon, amikor tanúként hallgatták ki a Szuslág perben. A minisztérium vezetésében arról tudás, gyanú, információ, hogy emögött van jogszerűtlen, erkölcstelen szándék, tartalom vagy valóság, nem volt. Gyurcsány Ferenc azonban a pénteki Szuslág interjú után már kitért a kérdések elől. Miniszterelnök úr, Szuslágról mi a vélemény a kijelentéséről? De hallgat Mesterházi Attila is. Elnök úr, annyit azért elmondhatna, tegnap előtt azt nyilatkozta, hogy várta a Szuslág ügyet. Ezt mire alapozza ezt a kijelentését? Köszönöm a lehetőséget. És elnök úr, arról, hogy holnap megjelenik Szuslágnak a könyve, mit remél még? Mesterházi Attila mellett a Gyurcsányféle sportminisztériumban dolgozott a pályázati pénzek elsikasztása idején Szigetvári Viktor is. Az Együtt PM társelnöke szerint Szuslág most azért kapott halálos fenyegetést, mert valótlanságokat állított az interjúban. Hallott arról, hogy halálosan megfenyegették Szuslág Jánost? Nem, de nem is érdekel. Nem érdekli? Nem, hát sajnálom, hogyha bármifelé fenyegetést kapna, de nyilvánvalóan egyébként viselnie kell azon hazugságainak a következménye, amiket ő hazudik az elmúlt napokban. A halálos fenyegetés miatt Szuslág János feljelentést tesz a rendőrségen. Ismeretlenek ellopták tegnap a Szuslág könyv szerzőjének, Szalai Viviennek a laptopját, tudta meg a Blick. Az írónő autóját az Andrássy úton törték fel, és elvitték a hordozható számítógépet. Rajta a Szuslág János történetét feldolgozó kötet kéziratával, illetve a teljes levelezéssel. A szerző lopás miatt tett feljelentést a rendőrségen. Nem adtam utasítást konkrét pályázatok elbírálására vonatkozóan senkinek, és az én tudtommal nem voltak ilyen utasítások a minisztérium részéről. Nem tudok olyan listákról sem, amelyek politikai lobbilisták lettek volna támogatandó nevekkel. Ez a mi munkakultúránkkal összeegyeztethetetlen lett volna, mondta el Gyurcsány Ferenc a meghallgatáson. Nem az a baj, hogy egy képviselő képviseli a saját területét, az neki dolga. Az a baj, hogyha ezt nem jogszerűen teszi, nem jogszerű eszközökkel teszi, hogyha esetleg erkölcstelenül teszi, vagy hogyha nem a közérdekét képviseli, hanem a magánérdeket képviseli. Ez baj. Szuslág János parlamenti képviselő olyan képviselőnek tűnt, aki a határozottan, túl vehemensen képvisel ifjúsági ügyeket, de a minisztérium vezetésében arról tudás, gyanú, információ, hogy emögött van jogszerűtlen, erkölcstelen szándék, tartalom vagy valóság nem volt. A volt miniszterelnök korábbi ifjúsági és sportminiszter hozzátette, válaszolva Fodor Endre bíró kérdésére.
Sok százan, köztük Cuslág is egészen biztosan érveltek pályázatok mellett. Cuslág rámenősen képviselt, de az ízléseink különböztek, mondta a politikus. Gyurcsány vallomásában elmondta, több forrásból is hallotta annó, hogy Cuslág ellen eljárás folyik. 2007-ben ezt maga az érintett is elmondta neki, éppen a párt kecskeméti frakció ülésén. Gyurcsány azt mondta neki, hogy az a legrosszabb, ha fűhöz fához megy az üggyel. De az eljárásról soha nem folytatott vele négy szem közti megbeszélést, állította a bíróságon a volt miniszterelnök. Mint ahogyan azt is, hogy Cuslággal minisztersége idején a politikán kívül nem tartott kapcsolatot, utána meg pláne nem. Németh Zsolt ügyész kérdésére elmondta Gyurcsány Ferenc, hogy nem tudja, miből fizetett be Cuslág János 50 millió forintot az államkasszába, miután zárolták vagyonát.